A B-kategóriás jogosítványt utóbbi hónapokban megszerzők azt már tapasztalhatták, hogy rutinvizsga külön nincs, azaz a forgalmi vizsgán kell a rutin feladatokat is végrehajtani. Az azonban már mostani változás, hogy legalább 580 kilométert kell vezetni annak, aki B-kategóriás vezetői engedélyt szeretne kapni. Tóth István, a Team Autós Iskola felnőttképzési referense szerint ez nagy érvágás a fővárosi autós iskolák számára. Annyiban változás történt, hogy a hatóság meghatározta a képzőszervek részére, hogy a forgalmi vizsgára csak úgy lehet elvinni a tanulót, hogy egy bizonyos kilométert teljesít. Ez megvan adva minden kategóriában. B kategóriánál például 580 kilométert kell teljesíteni. Ezzel kapcsolatosan nagy érvágást a fővárosi autós iskolák számára jelent ez, mert ők a fővárosban nem tudják teljesíteni, csak akkor, hogyha kimennek a főváros területéről. Itt a vidéki iskolák ezek könnyebben tudják teljesíteni, mert könnyebben meg tudják tanítani a tanulókat vezetni. A vizsgaszabályok mégis változnak, hiszen van egy határozott idő, meghatározott idő, amit le kell tenni a vizsgákat. Természetesen, ami most a 24/2005-ös GKM rendelet módosításával hoztak a rendelethozók, ez abban módosítja az egészet, hogy a tanfolyam kezdéstől 9 hónapon belül egy elméleti vizsgát, úgynevezett számítógépes vizsgát kell tenni a tanulónak. Amennyiben nem tesz, akár sikereset, akár sikertelent, akkor új tanfolyamot kell neki kezdeni, és akkor az újabb tanfolyam elvégzése után. Ha sikertelen forgalmi keresztvizsgát tesz, utána még 3 hónap ideje van, tehát összesen egy éven belül kell sikeres keresztvizsgát tennie. Ezután, hogyha nem sikerül a keresztvizsga egy éven belül, akkor új tanfolyam elvégzése után van neki újabb lehetősége keresztvizsgára. Ezek a különféle módosítások bármilyen módon érintik-e a képzés díját? Bizonyos mértékben igen. Itt az autós iskolákon múlik, hogy a képzésdíját megemelik-e, és színvonalas oktatással a tanulókat megfelelő kilométerre teljesítés függvényében képezik, vagy pedig az óraszámot fogják növelni a tanulók irányában, hogy a tanulók minél többet fizessenek, hogy a kilométert is tudják teljesíteni. Mint ahogy említettem, a vidéki autós iskoláknál a képzésdíja, azt mondom, hogy már nagyjából realizálódik, 3500-4000 forint körül van az óradíj, ez a fővárosnál még mindig 2000 és 3000 között mozog. Más szabályok is módosultak. Aki teherautóvezető vagy autóbuszvezető akar lenni, annak el kell érnie egy bizonyos életkort. A hivatásos gépkocsi vezetők, sőt, azt mondom, hogy most már aki csak saját magának szeretne teherautóval fuvarozni, annak is egy olyan rendelkezés lépett érvénybe, hogy csak 21. életév betöltése után vizsgázhat C kategóriára, illetve akkor annak is előfeltétele, hogy az orvosi alkalmasságit 2-es csoportúra, azaz hivatásosra kell minősítetni. Ez mindenféleképpen érinti őket, mert az eddigi 10 év helyett csak 5 évre, illetve életkor függvényében kapják meg az orvosi alkalmasságit. Az autóbuszvezetőknek pedig 24 évre módosult, amit nagy örömmel konstatáltunk, mert nagyon sok fiatal gépkocsi vezető került ki rutintalanul a nemzetközi forgalomba, ezáltal baleseti helyzetek tömkeregét okozva. A felnőttképzési törvény módosítása miként érinti a képzőszerveket? A felnőttképzési törvény elsősorban azokat a képzőszerveket érinti, akik foglalkoznak egyéb közlekedési szaktanfolyamokkal. Gondolok itt a gépjárművezető képesítési igazolvány megszerzésére, ami még egyelőre nem tartozik ide, de az OK és képzések, a gépkezelői vizsgák, targoncavezető, emelőgépkezelő, földmunkagépkezelő, stb. Ezek a vizsgák módosulnak. Szeptember 1-től már az új előírásoknak megfelelően lehet a tanfolyamokat indítani. Ez azt jelenti elsősorban, hogy az óraszámok brutálisan emelkedtek. Ahogy meghatározták a miniszteri rendeletben, egy eddigi 32 órás tanfolyam most minimum 90 órásra kell, hogy emelkedjen, illetve a 160 órát is elérheti egy bizonyos típuson belül. A gépkezelői, illetve a targoncavezetői tanfolyam 40%-a elméleti, 60%-a gyakorlati képzésből tevődik össze.
Akinek régi típusú vezetői engedélye van, annak lehetősége van cégnél is megszerezni a szükséges gyakorlatot, ha 3 éve már ott dolgozik. Az ön vélemény szerint 10 évvel ezelőtthöz képest többen vagy kevesebben próbálnak jogosítványt szerezni? A 10 évvel ezelőtthöz képest igazából azért nem lehet viszonyítást mondani, mert a újratermelés az mindig folyamatos. Tehát azt mondom, hogy a fiataloknak jogosítvány kell. Nagyon-nagyon sok középkorúnak is vezetői engedélyre van szüksége a munkavégzéshez, a család ellátásához. Tehát valamilyen mértékben csökkent az érdeklődés a vezetői engedély megszerzése irányában, viszont nem fog drasztikusan lecsökkenni, mert az igények a társadalom részéről, az elvárások ugyanúgy megmaradnak, és a munkahely lehetőség ezt kívánja, hogy igenis mobil legyen mindenki. Mennyire jellemző ön szerint az úgynevezett újrakezdők is tréningeket vesznek, mondjuk több évig nem vezetett, és mégis valami oknál fogva megint kell vezetnie? Az utóbbi időben egyre gyakrabban tapasztalunk ilyeneket, mint ahogy az előbb említettem. Nagyon sokan úgy vannak, hogy a család ellátása miatt, vagy egyéb szociális helyzeti adottság miatt szükségesnek vélik, hogy autóba üljenek, hogy önmagukat ellássák, hogy családtagjaikat ellássák, illetve hogy munkát tudjanak végezni. Akik megszerezték 8-10-15 évvel ezelőtt a vezetői engedélyt és nem vezettek, azok igenis igénylik a szakember segítségét, és szükségeltetik az, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Ehhez szintén megfelelő díjazást kell kialakítani, és megfelelő szolgáltatást kell kialakítani.